Üdvözlöm Önöket, ez a Szerencse Híradó. Ma Budapest a cél, a Normafánál fogunk játszani, majd találkozunk a golfozók szövetségi kapitányával, Böntic Gergővel. Társam a Szerencsejáték Zrt-től, Tóth Zsuzsanna. Jó napot kívánok! Folytatódik a nagyon komoly halmozódás az 5-ös és 6-os lottón. Nézzük az elmúlt 7 nap nyereményeit. Az 5-ös lottón a 24 darab 4-es 2.600.995 forintot ér. A 6-os lottón a 69 darab 5-ös nyereménye 253.905 forint. A skandináv lottón a 63 darab 6-os 295.570 forintot fizet. A Luxorban egy darab teli találat született. A nyertes 9.833.730 forintot visz haza. A Totó 24. játékét második fordulójában a 6 darab 13 plusz 1-es nyereménye 2.200.140 forint. Péter Szabó Szilvia énekesnő a Nox feloszlása után Ausztráliába, majd Angliába költözött, de most hazatért. A múlt hétvégén pedig fellépett a Szerencse Szombatban. Soha nem 18-19 éves lehettem, amikor Pestre felköltöztem a Nox miatt, magántanulóként fejeztem be az iskolát, mert dolgozni kellett, stúdiózni kellett, ebben hál' Istennek mindenki az iskolában nagyon segítőkész volt és nagyon partner. Anyukámék azok az autóban sírtak, amikor ott hagytak Pesten, én a lakásban sírtam, de én úgy gondolom, hogy az a költözés az egy nagyon szerencsés költözés volt, mert ugye elindult az életem, elindult a karrierem. Néma szó, szürkeség, de itt van egy kéz, ami megvéd. Én álmodok, míg a szívem hajt. 27 évesen kiköltöztem Ausztráliába. Nem kiköltözésnek indult, de aztán másképp alakultak a dolgok. Ott éltem egy kicsit több, mint másfél évig. Azt mondanám, hogy az is valamilyen szinten egy szerencsés költözés volt, hiszen borzasztó sokat tanultam, nagyon sokat kaptam az élettől, nagyon sokat nevelt és tanított az időszak. Egyszer fent és egyszer. Költöztem Angliába, ennek most már lassan 2 éve lesz, és én úgy gondolom, hogy az is egy szerencsés költözés volt, hiszen szerintem, ha Ausztráliából nem költözöm át oda, akkor most nem beszélgetünk itt, és akkor most nem jelent volna meg az első szólólemezem, és egy csomó minden másképp alakult volna, úgyhogy én ennek nagyon-nagyon örülök, hogy ez így alakult, hiszen sikerült kint találnom egy brit menedzsmentet, kint elkészült a lemez, ugye egy hete piacon is van, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Budapest egyik legszebb helye ezzel a gyönyörű kilátással a Normafa. Itt 1840-ben énekelt el Soldelné Klein Rosália Bellini Norma című operájának egyik részletét. Innen a név. Indul a játék a sorsjegy csomagokért. Gyerünk! Itt vagyunk a Normafánál, de ki írta a Norma című operát? Mondom a lehetséges válaszokat. A. Leonard Bernstein, ne tessék sokkolódni. B. Bartók Béla, vagy C. Vincenzo Bellini. A. Jaj, nem jó, sajnos. Mi a száma az Egyesült Államok leghíresebb országútjának, amely először kötötte össze keletet nyugattal? 99-es, 66-os vagy 33-as út? 66-os. Így van, a Road 66. Gratulálok! Köszönöm. Én is gratulálok a sorsjegy csomaghoz. Mózes második könyvében, a kivonulás könyvében hány csapás éri Egyiptomot? 3, 7 vagy 10? 7. Nem! Akkor az úriembernek sikerült a maraton a múlt hétvégén, de ez most nem. Hány nővér szerepel Anton Pavlovics Csehov művének címében? 3 nővér, 7 nővér vagy 13 nővér? Szerintem 7. És a szívéhez kap, nem jó! Hányszoros Beck győztes Puskás öcsi a Real Madriddal? 3-szoros, 6-szoros vagy 9-szeres? Hát szerintem 3-szoros. 3-szoros bizony. Gratulálunk! Gratulálok a sorsjegy csomaghoz. Köszönjük. Hányszoros olimpiai bajnok Kemény Dénes szövetségi kapitányként? Egyszeres, kétszeres vagy háromszoros? Háromszoros. Háromszor nyertek a fiúk. Gratulálok a jó válaszhoz. Oh, hát. Melyik a legerősebb a következő pókerlapok közül? A Full House, a Drill vagy a két pár? Talán a Full. Talán. Gratulálok a hölgynek. Fogadja tőlem szeretettel a sors egy csomagot. Köszönöm szépen. Soha nem lottóztam korábban, vettem egy gépi szelvényt, és 4-esem lett így a lottón. Éppen munkába mentem, mikor eszembe jutott, hogy veszek egy lottó szelvényt, kb. 500 forint volt a pénztárcámba,
és ezért csak egyet vettem, és egy sorsegyet. Azt hiszem, hogy sorsegyel nem nyertem. És egy 12 órás munka után még elmentem egy bárba dolgozni, ahonnan reggel 6-ra értem haza, amikor eszembe jutott, hogy van egy lottószelvényem, és a kedves barátommal, aki éppen akkor velem volt, megkértem rá, hogy üljön a géphez, és akkor olvassa fel nekem egyenként a számokat, úgy, hogy közben dübörök az asztalon. És felolvasta, az első szám az nem stimmelt, és az összes többi egymás után következett, és felhívtam az édesanyámat, akinek közöltem vele, hogy akkor most nagyon nagy probléma van, és üljön le, mert nagyon rossz hírt kell vele közölnöm. Úgyhogy a szegény megijedt, és aztán meg sírt, aztán én is sírtam, aztán megnevettünk. Az egy biztos pont, hogy legalább van egy olyan tartalékom, ami ad egy biztonságot, most nem egy életre, de van legalább valami, amihez tudok nyúlni. A kérdés így szól. Hányadik pecsét szerepel Sánta Ferenc regényében, amelyet aztán Fábri Zoltán 1976-ban megfilmesített? Hetedik. Mondom a lehetséges válaszokat. Ötödik, hetedik, vagy harmadik? Hetedik. Jaj, másodszor is rámondja, de nem ez a jó válasz sajnos. A dobókockán hányas szám van a hármassal szemben? A négyes, az ötös, vagy a hatos? Ötös. Sajnos nem, uram. Ki játszotta az 50-es, 60-as években Lottó Ottót? Mondom a lehetőségeket, jó? Kabos Endre, Kabos László, vagy Kabos Gyula? Kabos László. A László volt az. Gratulálok! Elegáns emberek a jó levegőn, a szabadban több kilométert sétálnak azért, hogy egy ilyen picike labdát több száz méteres ütésekkel a célba juttassanak. Ez a golf. Egyszerűnek hangzik, de aki próbálta, tudja, hogy milyen nehéz sportág ez. Ezernyi összetevője van, hogy a labda a megfelelő irányba és távolságba jusson. Kívülről úgy tűnik, elég erős a szerencse faktor. A golfjátéknak az alap felépítése, illetve az alap szabálya az, hogy a lehető legkevesebb ütésből kell lejátszani a vagy 9 vagy 18 szakasz, tehát egy igazi nagy verseny az 18 lyukon történik, és ez pályától függően 70 vagy 72 ütésből teljesíthető Magyarországon. A golfban van egyéni játék, párosjáték, csapatjáték, egymás elleni játék, versenyzők elleni játék, tehát ez rendkívül sok játékformát biztosít számunkra, hogy tudjunk megmérettetni. A golfozóknak a kedvenc mondása az az, hogy a jó játékosnak van szerencséje, de ahhoz, hogy valakinek szerencséje legyen, ahhoz nyilván rengeteg ütésszám is szükséges. Tehát ahhoz, hogy valaki eljusson arra szintre, hogy golfpályán tudjon játszani, ahhoz hasonlóan, mint a jogosítvány megszerzéséhez kell egy elméleti vizsgát tenni, illetve egy pálya alkalmassági vizsgát. Ez nem egy teljesíthetetlen szint, viszont ezt el kell érni ahhoz, hogy ön és közveszélyességet el tudjuk kerülni. Nem árt, hogyha van tehetsége is az embernek, de a tehetség az egy bizonyos szintig tudja elvinni a golfozót, de tény is való, hogy szerencse nélkül azért nagyon-nagyon jó eredményeket nagyon nehéz elérni. Nagyon komoly tengeren túli PGA Tour verseny volt, ahol a játékosnak egy kevésbé sikerült ütéssel eltalálta a fát a labdája, és a fáról bepattant a szakasz, és begurult a lyukba. Tehát volt ilyen is, nyilván volt olyan is, hogy egy madár jött, és a labdája, ami haladt a lyuk irányába, elkapta és elvitte, és beleesett a tóba. A jelen pillanatban egy nagyon-nagyon-nagyon nagy tehetségű játékosunk van Rózsa Csilla személyében, aki folyamatosan nyeri a jobbnál jobb és nagyobb díjakat és versenyeket. Csillában nagyon nagy reményünk és bizalmunk van arra nézve, hogy hazánknak magyar résztvevője is lehet az elkövetkezendő olimpia vagy olimpiákon. Gergő után én is kipróbáltam az ütéseket. Tényleg elég erős a szerencsefaktor. A szerencsehíradóval kapcsolatos üzeneteiket a szerencsejáték.hu-ra küldhetik. A jövő héten csütörtökön ismét várjuk Önöket itt az M1-en. A viszontlátásra! Viszontlátásra!